Sziasztok! Ebben a videóban ezt a GCB kombi kalapácsot fogom kibontani, illetve bemutatni, és teszünk néhány apró próbát is vele. És hogy mit érdemes tudni erről a gépről, ugye a GCB-nek a 18 voltos akus gép családjába tartozik. Többfajta akku található ezekhez a gépekhez, ugye a kínálatban. Jelen pillanatban ez egy 2 amperórás verziós akkumulátorral van csomagolva. 2 sebességben állítható a gép. Az egyik az 0-tól 450 fordulat per percig, a másik az pedig 0-tól 1600 fordulat per percig szabályozható. Maga a gép az 3 fajta művelet elvégzésére alkalmas. Egyszer fúrási műveletekre, csavarozási műveletekre, valamint ütve fúrási műveletekre is alkalmas. Maga a gép az 45 Nm nyomatékkal rendelkezik. Ugye, extraként ki lehet emelni ugye a 3 év garanciát, és a többit azt pedig meg fogom nektek mutatni élőbe. Na, bontsuk ki a dobozból. Amíg itt videóztam a gépet, közben eszembe jutott, hogy egy fontos részlet azért kimaradt, hogy ez a gép szénkefés motorral rendelkezik, viszont a termékpalettában ugye megtalálhatók már ugye a brushless motoros modellek is, úgyhogy azok közül is lehet bátran válogatni. A dobozban nem volt magyar használati utasítás, viszont ez a része is meg van oldva, úgyhogy letölthető verzió áll a rendelkezésre, de nem hinném, hogy kelleni fog, ugyanis nagyon egyértelmű minden ugye a gépen. A szín összeállítás az nagyon jól sikerült a GCB-nek, ugyanis ez a sárga-fekete, ez ilyen, hát ilyen darázs jut nekem róla az eszembe, és hát ugye a darázs azért az mégiscsak egy ilyen kemény kis dolog, és a jelmondatukban is az van egyébként, hogy kemény munkára tervezve, vagy kemény munkára készítve. Mother for hard work. Valahogy így kellene ejteni talán. Ahogy átnézegettem a gépet, egyébként nem nagyon lehet tényleg belekötni, úgyhogy a tervezés és a kivitelezés az nagyszerűen sikeredett nekik. Ugye fém gyors tokmányunk van, fölül lehet állítani ugye azt a részt, ami
lényegében egy funkcióválasztó, illetve egy ilyen nyomaték előválasztó. A nyomatékunk az 16 fokozatba állítható, ami külön van. Mindjárt mutatom, hogy külön lehet tekergetni. Úgyhogy nyilván egyébként, hogyha fúró fokozatba beállítom, és leállítom, mit tudom én, egyesre a nyomatékot, akkor nem fog elracsizódni. Ez a lényeg, viszont hogyha átállítom csavarozó funkcióra, akkor meg sima ügy. Szerintem a fúró kalapács funkciót is simán meg fogom tudni nektek mutatni, mondjuk ezt tök fölöslegesen tekergetem itt is, ugyanis itt se fog elracsnizódni. Egy picit megnyomom a tokmány elejét, és akkor ugye lehet hallani, hogy ez egy ilyen mechanikus ütőszerkezetet, ilyen fogaskoszorús ütőszerkezetet kapott, úgyhogy kisebb munkákra, falfúráshoz, ugye elsősorban téglafúráshoz ez egy tök jó kis kombigép lesz. Ami itt fölül van, ez a sebességváltó kapcsoló. Ez meg kell húzni, illetve meg kell nyomni, kell egy kis erőt kifejteni, viszont olyan passzentosan ugrik a helyére, hogy ez teljesen egyértelmű, hogy mikor váltott át és mikor nem. Úgyhogy nekem például nem is sikerült úgy kapcsolni, hogy ne váltson át, mert tényleg pont olyan erőt kell hozzá kifejteni, hogy szépen átugrik abba a fokozatba. Van egy beépített LED lámpánk, irányváltó, középső állás pedig ugye egy ilyen gomb benyomás elleni védelem. Ez úgy tök hagyományos, nézzük az akkumulátor csatlakozást. Az akkumulátor csatlakozás az olyan passzentos az a sikeredet, ők bevállalták. Ha ez az akkumulátor rá van tolva a gépre, akkor ez, mint Katiba a gyerek áll. Úgyhogy ennél a gépnél biztos, hogy nem lesz olyan probléma, ami ilyen kevésbé passzentos társainál, hogy ezeket a kis mozgásokat ugye idővel megsínlik azok az érintkezők és el fognak égni, úgyhogy ez gyerekek, ez olyan passzentos, hogy hihetetlen. Úgyhogy nem kellemetlen, de nagyon passzentos. Van nekem egy ilyen katalógusom, úgyhogy mindjárt mondom, mert fejből nem jegyeztem még meg. Ugye 2 amperórás, 4 amperórás, illetve 8 amperórás akkumulátorokat lehet vásárolni ezekhez a gépekhez. Jelen pillanatban a kínálatban 3 töltőt találtam, ehhez egy sima gyors töltőt kapunk, aztán van egy szuper gyors töltő, illetve dupla töltő, dupla gyors töltő. Aztán közben itt a felsorolását nézem, ugyanis fel vannak tüntetve az idők, hogy mégis milyen gyorsan töltenek ezek a töltők. Hát itt feltűnt nekem, hogy van még egy 3 amperórás, illetve egy 6 amperórás akkumulátor is, ami azt jelenti, hogy 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6 kapacitású akkumulátor van a gép családban. Úgyhogy szerintem kimerítettek mindent. Van egy ilyen nagyobb övcsatunk, aztán, vagy ilyen övtartó, van egy ilyen bittartónk, ez mechanikus, de szépen ki lehet fordítani belőle azt a bitet, amit adtak hozzá. Ezek föl, illetve lecsavarozhatók, valószínűleg én is le fogom szedni őket, ugyanis ezeket nem szoktam használni a gépekhez. Nos, amint láttátok egyébként a kapacitása az akkunknak, hát úgy itt játszottam vele, ez már ugye csak egyest mutat, egyébként 4 ledes kijelzője van neki. Úgyhogy ezt a aksit fel fogjuk tölteni. Itt is van hozzá a töltő, elméletileg 45 perc alatt fel fog nekünk töltődni. Ugye a piros LED jelzi a bekapcsolt államot, vagy hát a hálózat alatt lévő üzemet. És egyébként ez is egész jó passzentos. És akkor itt van nekünk ugye a villogó zöld, ami egyébként fontos, hogy itt az akkumulátornak minden egyes jelzése fel van tüntetve, amire ez az akkumulátor töltő képes. Úgyhogy nem kell azon vacilálni, hogy
éppen mit mutat, melyik lett, hogyan villog, ugyanis tök egyértelmű az is. Pár fúrást csináltam ugye a géppel, bemutattam, hogy milyen fúrószárakkal dolgoztam, hát ugye egyik se ilyen csúcsminőségi szuperipari cucc, ezek ilyen barkács hómik, viszont a gép azt tudja, amit tudni kell neki. Úgyhogy ebben a videóban én úgy gondolom, hogy tesztelésnek ez ennyi. A fúró az 30-as, 30 mm volt fában megadva a maximum, illetve a téglába egy 10-es fúróval fúrtam, az pedig ugye falazatba van megadva maximumként a 10 mm. Most ha valamilyen információval szolgálhatok még ugye a géppel kapcsolatban, akkor kérdezzetek nyugodtan, igyekszem rá válaszolni, és igyekszem a csatornán minél több ilyen GCB terméket megjeleníteni.
Örülök, hogy megnéztétek a videómat, remélem tetszett. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és sziasztok! A színösszeállítás az nagyon jól sikerült egyébként a GBC-nek. És igyekszek majd a csatornán több ilyen GBC... Megint GBC-t mondtam. JCB. Mennyivel egyszerűbb lenne, ha magyarul mondanám, igaz? JCB. GCB. Nem GBC, GCB. Oké.